Traktorokkal érkeztek Csentáról Nagybecskerekre a 10. napja tiltakozó gazdák. A termelők Csedomir Jányics polgármesterrel tárgyaltak. A céljuk az, hogy a körzet köztársasági parlamenti képviselői ne szavazzanak a földtörvény módosítási javaslatára. A felek zárt ajtók mögött tárgyaltak. De akkor naša zemlja bude dospela u ruke stranaca, dovesti u pitanje i budućnost nas kao onih koji to obrađujemo, pa i da kažem ostalog dela građanstva. Dobili smo znači potpuno razumevanje za ono što zahtevamo. Također smo dobili obećanje da će svi načini da se u okviru skupštinske neke pre svega borbe i odnosno prezentacije samog problema on učiniti šta je u njegovoj moći. A földművesek szerint ez volt az egyik utolsó lehetőség arra, hogy intézményes úton elfogadtassák követeléseiket. Nije nama cilj da rušimo vlast, mi nismo politička partija ili ne znam šta, mi samo želimo da ukažemo na problem ovog zakona koji je definitivno neprihvatljiv za nas poljoprivrednike i mislim da je neprihvatljiv za većinu naroda. A 10. napon is érkeztek traktorok Csentára. Annak ellenére is, hogy az utóbbi napokban a földművesek egy része a készállíti rendőrség jelenléte miatt jobbnak látta, hogy ne csatlakozzon a tiltakozókhoz. Za sad mi smo ovde, istraćemo tome, da li je lepo vreme ili nije, nama to nebitno, mi smo navikli da budemo napolju na njivama, tako da što se nas tiče, mi smo ovde, da čekamo odgovore, pa ćemo vidjeti. Ma nem volt útlezárás Csenta kijáratánál. Volt javaslat arra, hogy a traktorokkal lemenjenek az útról, és lehetővé tegyék a normális közlekedést mindkét sávon, de a tiltakozók többsége azt nem támogatta.